Hali papi, mami, mindenkinek egy óriási unboxing-szerű dolgot szeretnék bemutatni nektek. Illetve hát nem is unboxing lesz, hanem megérkeztek a külföldi dohányok, amiben segítségemre István volt. Úgyhogy még mielőtt majd feltennétek a kérdést, hogy honnan rendeltem meg hogyan, az e-mail címet leteszem a leírásba, és akkor keressétek az Istvánt, és az ő segítségével tudtok rendelni ilyen külföldi dohányokat. Nézzük, hogy akkor mi érkezett hozzám. Először is van egy adalia, ez vörös szőlő, ez egy kilós kiszerelésű vörös szőlő egyébként. Nagyon finom az illata, nagyon erős, leginkább az alfakerhez hasonlít. Annyit kell róla tudni, hogy ő már a török adalia, tehát egy picit erősebbnek kell lenni elméletben, bár ugye most már az alfakernél is, ugye, mint megtudtam, még mindig forgalomban vannak 0,5-ös nikotin tartalmú alfakerek is, tehát ez is vegyes, illetve hát azt gondolom, hogy a török dohányok egy picit erősítik azt a vonalat, hogy egy picit azt a dohányleveleknek az ízét is lehessen érezni, de ez inkább mondjuk a Kentuckynál fedezhető fel. Azt hiszem, hogy itt Adaliánál is ez a török is már az új hullámot képviseli inkább. Van nekünk itt szintén egy nagy kiszerelésű Code Dragon névre hallgató adalia. Ez is szintén 1000 grammos, de látjátok, hogy mekkora nagy doboz, nagyon szép dobozban van. Külföldi dohányoknál is ugye ezek a tiltó dolgok kötelezőek. A Code Dragon kifejezés, az annyit, amit a fantázia név az annyit akar, hogy ez ilyen sárkánygyümölcs és kóla keveréke. Van még itt nekünk, be is teszem mondjuk ide, van álfakerünk, citrommentából 250 grammos, ugye ezt nagyon-nagyon szeretjük, itt szintén még egy adag 250 gramm, mert ezt nagyon szeretjük szívni. Folyamatosan, hát ez az alfaker minőség, ugye ezt ismerjük, baromira erős az illata, és kiérződik a dobozán keresztül is, nagyon-nagyon erős illata van. Illetve hát most, ami a nagyon nagy kedvencem, az a Love 66. Ugye, megpróbálom így. Ugye ez kétfajta dinnye keveréke. Ezt is szerintem ismeritek, ez szintén Adaliának a zseniális dohánya, az kétféle dinnye keverék. Én nagyon-nagyon szeretem, meg ilyen nagyon friss mentás, mostanában teljesen rászoktam egyébként erre. Illetve még ajándékba kaptunk egy ilyen 50 grammos Social Smoke Lemon Chill dohányt is, amit hát ezt nagyon szépen köszönjük, pluszba ezt a kis ajándékot, mert hát ez egy nagyon kiváló dohány, mert az illatából is lehet érezni. Citrommentából természetesen már tesztet nem csinálok, ezt azért ismerjük. A Love 66-ból szerintem volt már, a vörös szőlőből abból mindenképpen lesz. Ez egy prémium minőségű fekete szőlőnek hívja, hát ismeritek ezt a kétfajta szőlőt, van az a nagyon édes vörös szőlő, meg van az a savanykásabb, inkább egy alfakerén nagyon szeretem, illetve hát ebből is valószínűleg egy tesztet azért fogok készíteni, úgyhogy hát nagyjából ennyi, úgyhogy nyugodtan írjatok az e-mail címre, és hát várom, hogy nektek mi a kedvenc dohányotok, illetve mivel tankoltatok be mostanában. Na, Hali papi, mami.